ettől az állványtól el fogod dobni az agyat. Ez az állványoknak a Rolls Royce-a. Azt se tudom, hogy hol kezdjem. Kezdjem azzal, hogy végre nem kell minden szintet állítgatni, amikor a magasságot szeretnénk pozícióba lakni, hanem fent mindent egy-egy gombnyomással meg lehet csinálni. Vagy hogy mennyire gyorsan lehet becsukni és kinyitni. Vagy magával azzal a ténnyel, hogy mennyire durván strapabíró, talán ennyire strapabíró állványt még nem is láttál. Tényleg nem tudok választani, mert mindaz, amit elmondtam, ezt képviseli a Cartoninak a Smart Deployment Series-e, vagy SDS. Ezek az állványok annyira királyak. Mindent át fogunk beszélni, hogy milyen funkciói vannak, hogy milyen részei vannak, maga az állvány, a Fluid Head és egy dollit is. De fogok mutatni valós életben lévő példákat, és azt is, hogy mi a kedvenc funkcióm, egy olyan funkció, amit eddig semmilyen más állvánnyal nem tudtam megoldani. Ez az állvány végre az Edelkron slideremet, amikor a legvégére is kicsúszik, megtartja és nem dől el úgy, mint egy Manfrotto vagy Benro állványokon. Egyszerűen nem hittem a szememnek, hogy ez erre képes. Meg fogom mutatni a videó legeslegvégén, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig, de most jöjjön az intro. Az állványok királyáról fogunk beszélni. Ha a lehető legjobbra vágysz, amiben bízhatsz, és van rá sok pénzed, hogy elköltsd, akkor ez a videó neked van. Vagy, hogyha csak szeretnéd összetörni a szívedet, hogy mennyire király ez az állvány, akkor is nézzél tovább. Az első dolog, amit át fogunk beszélni, az a specifikáció lesz a funkciók, de előtte egy nulladik lépésben hadd meséljek a Cartoniról. Egy olasz családi vállalkozás, az alapítónak a lánya vezeti, és egy annyira ilyen dedikált, kedves csapata van, hogy amikor beszélgettem velük, olyan érzésem volt, mintha Ferrarival beszélgetnék, mert az az elszántság, hogy a legeslegjobbat készítsék el, pontosan azt éreztem, és nem csak beszélnek róla, hanem ezt a terméket is készítik. Konkrétan én a Focus 22 SDS rendszert tesztelhettem, ami a következőkből áll. A T728-as Smart Stop állványból, a Focus 22-es Fluid Headből és egy dolliból. De kezdjük az állvánnyal. Úgy hívják, hogy Smart Deployment Series, vagy SDS, és konkrétan arra készítették el, hogy nagyon gyorsan lehessen beállítani. Az SDS konkrétan egy Smart Stop, tehát egy okos megállás funkciónak köszönhetően a két szintű mélységét egy konkrét ilyen lokkolással az állványnak a tetején tudjuk beállítani, és ezáltal nagyon könnyen tudjuk bármilyen magasságba elérni mindegyik lábát külön-külön, és csak fent nem kell szintenként bajlódnunk, hanem beállítjuk, és kész is van az egész. Amúgy az állvány felépítéséből ugye karbon nagyon jó, és az alján van mindegy fém, és mindegy műanyag kis gumi is, ami az egész rendszert igazából valahol könnyűvé teszi, nyilván ez egy robosztus állvány, és pont ez a lényege, hogy annyira durván stabil, de ha nem lenne ez elég, akkor a közepén van egy spreader, tehát ami az állványnak a középső szintjén még összeköti őket, ami extra stabilitást ad, amivel nem csak a stabilitást biztosítjuk, de ott van egy gomb rajta, és ha azt benyomjuk, akkor még könnyebben és gyorsan tudjuk az állványt becsukni. Ahogy mondtam, az állvány karbonból van, ugye szélrostokból, ezért csak 7,9 kg és 22 kg eszköz pakolhatunk rá, ami még egy nagyon nehéz rig rendszerre is elegendő, de még az Edelkron slideren vagy jibemre is bőven benne van ebben a kritériumban. Két szinten lehet állítani a magasságát, amúgy a minimum magassága 78 cm és a maximum 163 cm. Egy 100 mm-es félgömb fluid headnek van ott a helye, vagy bármit rakhatunk be, ez 100 mm-es bármilyen eszközzel kompatibilis. De beszéljünk a Focus 22 fluid headről, ami minden olyan feltételnek eleget tesz, amire csak szükségünk lehet, és akármit rá, bármilyen kamerát ráhelyezhetünk, vagy slider, jibeket, és annak ellenére, hogy mennyire nagy ez a fej, mégis valahol kompaktnak mondanám, mert más versenytársaihoz képest sokkal kompaktabb, de mégis nagyon-nagyon stabil.
Hogy konkrét legyek, 3,9 kiló. Nagyon könnyű kezelni, ergonomikus, minden ott van a maga helyén, és fel van szerelve különböző kis szerelőpontokkal, ahol különböző eszközöket rakhatunk be, mint külső monitort, vagy amit csak szeretnénk. 3 és 22 kiló között lehet rá pakolni, és kell is, szóval nyilván nem egy point and shoot kamerát szabad rárakni, mint a kis ZV-1-et, de hát ki az, aki egy 5000 eurós állványt vesz, és egy point and shootot rak rá. Beszéljük át, hogy hogyan lehet kezelni, mind a pen és a tilt axison egy folyamatos fluid húzás, drag van rajta, és tényleg annyira szépen lehet ezt állítani, kezelni. A tetején egy quick release plate system van, nagyon könnyen ki tudjuk venni, de persze van benne egy ilyen safety lock, és a penelés 360 fokba megy, a tilt pedig 90 fokos mind a két irányba. Amúgy az állványhoz és a fluid headhez kapunk egy kellemes kis hortáskát, kényelmesen bele lehet rakni. Utoljára, de nem utolsó sorban beszéljünk a dollyról. Jó, nem erről a dollyról, de arról, amit konkrétan, amire az állványt rárakhatod, simán csak az állványról leveszed a alsó kis gumi csatlakozást, berakod a dollyba, és ráteszed, és kész is. A legmagasabb minőségű alumíniumból készült el ez a dolly, mindegyik kerekén van egy egyed, mindegyiket külön meg tudjuk állítani, és tényleg bízhatunk is benne, hogyha azt lerögzítjük, nem megy sehova. És ezáltal annyival könnyebb az állványt mozgatni és beállítani azt, hogy milyen szögbe szeretnénk, vagy lehet, hogy csak az egyik kereket rögzítjük le, és akkor ilyen körkörös shotot kapunk, vagy effektíve dolly mozgásra használhatjuk úgy, hogy nincs is trackünk. Egy másik nagyon király funkció, hogyha nem rakjuk rá az állványt, akkor a közepén van ez a 100 mm-es félgömb kis hely, ahova akár egy fluid headet, vagy amit szeretnénk, betehetnénk. Amúgy 5,7 kg és 100 kg a teherbírása. Te ki tudsz annyit nyomni fekvenyomó padon? Én nem. Legalább annyira impresszív ez az állvány, mint aki ki tud nyomni 100 kilót, de viccet félretéve nagyon durva. Kíváncsi vagyok arra, hogy te mit gondolsz erről. Használnád-e ezt? Overkill? Kinek van rá szüksége, kinek nem? Egyáltalán hogy tetszett ez a videó, kérlek írd meg kommentbe, ami a like gomb alatt található, amit ugye, hogyha gondolod és tetszik ez a videó, akkor nyomj be. Ha nem tetszett, nyomj be kétszer. A végére maradt, hogy megmutassam az Edelkron slidert, de előtte berakok ide egy timelapse-et, hogy lásd, hogy mennyire gyorsan lehet az egészet felállítani, maximális szintre és összecsomagolni. Hát, szerintem nagyon-nagyon durva, és annyira könnyen lehet az egészet használni, hogy imádom. És ha már itt tartunk, jöjjön az utolsó dolog, ami ugye az Edelkron Slider Plus, még a Head One Plus-szal együtt, az A7S 3-ommal, hogy kimegy teljesen a végéig, nem ferdült meg, mint a többi állványomon, láthatod, hogy hogy néz ki a felvétel, szerintem zseniális, és nekem ez az a funkció, ami eladja az állványt, és megtanít arra, hogy miért van szükségünk akkor ilyen drága eszközökre, ha már amúgy is vannak drága eszközeink. Nagyon hálás vagyok, hogy a Cartoony úgy döntött, hogy megcsináljuk ezt a partnerséget, mert amióta ezt az állványt használom, tényleg egy következő szintre emelte azt, hogy hogyan tudok mondjuk termékvideókat forgatni, vagy hogyan tudok ilyen nagyon-nagyon szép dolly shotokat csinálni. A kérdés nyilván az, hogy megér ez 5000 eurót? Írd le a véleményedet kommentbe, attól függ, hogy milyen szinten szeretnél lenni, hiszen hogyha ott van akár a több milliós kamerád, objektíveid, slider, minden, akkor nehogy már pont az állványon múljon, hogy valamit nem tudsz vele megcsinálni. És a Cartoony tényleg a legjobb választás, hogyha a legmagasabb minőséget szeretnénk. Ha már legmagasabb minőség és drága eszközök, az Edelkront úgy is említettem, de van róla egy külön mind a sliderről és a jibről is egy videóm, és elmondom, hogy miért ezt választottam, és nem a Rhino-t vagy más márkákat. Persze nem minden rózsaszín, úgyhogy elmondom a hibáit is, ha érdekel ez, akkor nézd meg ezt a videót.
Nyilván ez a videó is egy kicsit technikai volt, meg az is az lesz, de nyilván az eszközöket arra használom, hogy krími b-rollokat csináljak, és ezekről is van videó, és elviszlek magammal a forgatásra, meg megmutatom, hogy hogy vágom meg ezeket. Úgyhogy, hogyha érdekel, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis csengőt is, mert biztos, hogy valamelyik tartalom érdekes lehet. Neked is, mint például ez a kettő, úgyhogy találkozzunk a következő videóban. Itt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!